Még egy olyan program van hátra, amivel mi szeretnénk minél több vendéget, úgymond jó szórakozást kívánni nekik. A Kassa Tibor érkezik augusztus 7-én. Ez egy 45 perces előadás lesz a strand területén, és éjszakai fürdőzéssel zárulunk. Hát én bízom benne, hogy nem kiabálom el. Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy jó idő lesz, de általában, amikor mi programot szervezünk, akkor mindig megérkezik az eső. Én most azt szeretném, hogyha ez egyszer már sikerülne ebben az évben is, és ténylegesen éjszakai fürdőzéssel zárhatnánk, és az ideérkező vendégek jól érezhetnék magukat. Amikor legutóbb beszélgettünk erről a koncertről, még azt mondta nekem, hogy elővételben nem lehet jegyeket vásárolni, hiszen itt vannak, rendelkezésre állnak mindenkinek a koncert napján is. Igen, annyiban változott a hozzáállásunk, ha ezt nevezhetem annak, hogy olyan nagy az érdeklődés a Kassa Tibor koncertre, hogy úgy döntöttünk, hogy biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy elővételben is megvásárolhatják a jegyeket, hogy ne kelljen olyan hosszú sorba állni, hogyha ténylegesen olyan idő lesz, bízom benne, hogy olyan lesz, akkor a pénztárnál sokkal rugalmasabban tudjuk fogadni az ideérkező vendégeket, megvásárolják előre, a kapott blokkot félreteszik, azon lesz egy bélyegző és egy pénztáros által leszignozott rész, és azzal, amikor ideérkezik, akkor már csak a karszalagot kell átvenni, és már is beléphet a strand területére, és szórakozhat. Úgy gondolom, hogy fontos azt elmondani, hogy aki elővételben megveszi a jegyét, annak nem jár vissza a pénz rossz idő esetén. Így igaz, tehát úgy hirdettük meg, hogy valamilyen kedvezményt biztosítunk azoknak, akik elővételben vásárolják meg, a kockázat viszont az ebben az egészben, hogyha megvásárolják és az időjárás közbeszól, akkor visszatérítésre nincs lehetőségünk. Itt a riport készítése közben is lehet hallani a munkagépeket. Milyen állapotban van most jelenleg az uszoda felújítása? Hát most már örömmel elmondhatom, hogy az uszoda medence terének a lefedése megtörtént, tehát most már minden olyan munkafolyamat úgymond tető alatt folytatódhat, tehát az időjárás nem szabályozhatja, vagy nem akadályozhatja a munkavégzést. Jelen pillanatban a medence téren belül a medencéknek a kialakítása, a terepszínnek a rendezése, majd annak a padlófűtés elkészítése, padló összefolyók elkészítése, a főépületbe pedig most már készül az álmennyezet, a tető az elkészült, amikor az álmennyezet elkészül, akkor a még hátralévő válaszfalaknak a megépítése, és elkezdődik a burkolatoknak a kivitelezése. Én bízom benne, hogy igaz, hogy csúszás az mindenféleképpen lesz, de a legutolsó információ szerint az AVÉP Kft., mint a kivitelező részéről az igazgató azt nyilatkozta, hogy várhatóan szeptember 30 helyett október 31 lenne az átadásnak a végső határideje. Természetesen ez még csak egy műszaki átadás, akkor lenne egy próbaüzem. Én most abban nagyon bízom, hogy várhatóan december elején meg tudnánk nyitni a nagy közönség előtt az uszodát. Tehát akkor a karácsonyt már az uszodába tarthatjuk? Hát nagyon bízom benne, hogy a karácsonyt már az uszodában tarthatjuk, már legalábbis azok, akik szeretik az úszást és ide járnak hozzánk. Kérdezték ma is tőlem, hogy akkor most tulajdonképpen hány medence lesz az uszodában. Én tudom, de mondjuk el mindenkinek, hogy akkor most hogy is fog kinézni ez az új uszoda. Tehát annyi változás történik, hogy mindjárt az elején, tehát amikor belépünk, az előcsarnok az változatlan, és utána egy koedukált öltöző lesz, tehát nem lesz külön férfi, nem lesz női öltöző, hanem együtt lesz egy váltókabinos megoldással, mindenki átöltözik, utána a ruháját el tudja helyezni a szekrényekbe, és a medence tér területére beérve mindjárt egy óriási változás, mert a régi zuhanyzók helyén egy nagyméretű előmelegítő medence, amit inkább én jacuzzinak neveznék, az található. Aztán egy 33 méteres medence, ami korábban is volt, csak teljesen más formában. És a kis medence, ahol régen volt, az közepére csúszott a hátsó részen, és a 65 négyzetméter helyett 101 négyzetméter lesz. És ami óriási változás az az, hogy egy szauna világ kerül kialakításra, kettő szaunával, amelyik, hogyha sokan vannak, akkor össze tudjuk nyitni a két szaunát, egy gőzkabin, egy merülőmedence, valamint egy jégkészítőgép. Azt mondta, hogy az utolsó rendezvény az a Kassa Tibor koncert lesz, de volt valami olyan terv, hogy amatőr zenekarok is megmutathatják magukat, ez elmarad végül? Nem marad el, mert ez ugyanazon a napon, amikor a Kassa Tibor koncertet tart este 8:30-kor, azon a napon délután,
Hát sajnos ugye az érdeklődés az eléggé csekély, mert csak kettő együttes jelezte részvételi szándékát, de természetesen mi ennek a két együttesnek is biztosítjuk a területet, biztosítjuk a színpadot, a technikát, a hangosítást, és ők be tudnak mutatkozni az itt jelenlévő vendégeinknek természetesen díjmentesen, aki megváltja a belépőjegyét, az részt vehet ezen az előadáson.